az ENSZ is a világnapok között tartja számon, mely eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkás mozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. 1857-ben New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért. Ezt követően 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a Nemzetközi Nőnapot. Pár évvel később, 1917. március 8-án Oroszországban tüntettek nők kenyérért és békéért. Négy nappal később a cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, amely a világ legtöbb országában március 8-a. Magyarország a nőnapi felhíváshoz 1913-ban csatlakozott. A Rákosi korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án tartották meg. A 70 éves jubileum alkalmából férfiakat kértünk meg arra, hogy köszöntsék fel a hölgyeket. Minden magyar hölgynek nagyon jó nőknapját kívánok, és sok boldogságot. Jó egészséget kívánok nekik, és sok hosszú életet. De hát, hogy mit üzenek a nőknek? Isten éltesse őket, imádom a nőket. Vetem őket, és vigyázzanak magukra, és a férfiakra is persze. Drága hölgyek, örülünk, hogy vagytok, maradjatok mindig ilyen szépek. Isten éltesse a nőket. Hálás vagyunk a nőknek, minden nap ünnepelni kéne őket, nem csak most, ezen a napon. Kedves nők, ti a boldogságunkért vagytok. Nem tudok más most hirtelen mondani, ez azt hiszem elég lesz. Isten éltesse sokáig a kedves hölgyeket. Én nagyon tisztelem a nőinemet, de igaz, hogy két feleségem is volt, de mind a kettőnek és az összes magyar hölgynek nagyon-nagyon kellemes nőnapot kívánok. Nagyon sok boldogságot kívánok nőnap alkalmából a szeretett hölgyeknek. Nagyon szeretjük őket, mindent köszönünk nekik. Maradjatok mindig szépek és fiatalok. Sok sikert, nagyon erőt, egészséget és nagyon szép jövőt kívánok. Csak annyi az egész mondani valom, hogy kitartás és minden tiszteletem a nők iránt. Nélkülük nincs élet, nincs család, nincs gyerek, nincs unoka, akár csak nekem négy unokám van, boldog család, tehát még egyszer minden tiszteletem és jó kívánságom a világ összes nőjének. Hát a nőnapot nagyon szeretem, és nagyon szeretem a nőket, tisztelem, becsülem őket, pláne rengeteget dolgoznak, sokkal többet, mint a férfiak. Meg kellene őket jobban becsülni, nem csak azért, hogy szépek, még hogy külsőleg vonzóak, hanem lelkileg is aranyosak, csak szeretni lehet őket. Imádom a nőket, és szeressük, és mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy vegyenek egy szál virágot. Ha nem tudnak, legalább puszilják meg. Viszontlátásra!